Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió esti híradóját látják. November 28-án kedden 180 millió forintból újul meg a Sárberki óvoda Tatabányán. Péntektől már meg lehet vásárolni a jövő évi autópályamatricákat, és szerdán lépnek pályára térségünk csapatai a labdarúgó Magyar Kupában. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Valamelyest csökkent a Győr-Moson-Sopron megyei vállalatok árbevétele a tavalyi évben, a Prestige Top 100 kiadvány szerint. Tavaly is az Audinak volt a legnagyobb forgalma. Feldíszítették a város karácsonyfáját Győrben. A Széchenyi téren már bárki megcsodálhatja a 11 méteres fenyőfát. Először rendezett jótékonysági röplabda kupát a Leo Klub. A befolyt összeget az állatmenhelynek és egy állatvédő alapítványnak ajánlották fel. És a hét második felében akár havazás is jöhet. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Megjelent a Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb vállalkozásait bemutató Prestige Top 100. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Kisalföld közös kiadványából kiderül, a térségben működő vállalatok árbevétele csökkent ugyan 2016-ban, a visszaesés azonban alacsonyabb a csaknem 4,5%-os országos átlagnál. A rangsor összeállításával az volt a cél, hogy az olvasó betekintést nyerjen a megye gazdasági életébe. Egy kiadványban a legnagyobbak. A 8. Prestige Top 100 a nettó árbevétel és a foglalkoztatotti létszám alapján rangsorolja a Győr-Moson-Sopron megyében működő vállalkozásokat. A mezőny a 2016-os adatokat tükrözi, amelyekből kiderül az is, a cégek árbevétele az autóipart érintő változások miatt 4%-kal csökkent ugyanaz egy évvel korábbihoz képest, ám még így is elérte az 5041 milliárd forintot, és a visszaesés is kevesebb az országos 4,5%-os átlagnál. Ez a pozitív tendencia, amely a hosszú távú tendencia, az idei évben folytatódik, tehát 2016-tal ellentétben 2017-ben már bővült az árbevétele a cégeknek, ebben a exportárbevétel is egy alacsony százalékkal, 0,4%-kal szerepel, a belföldi értékesítés viszont jelentősen közel 10%-kal bővült az első háromnegyed évi adatok szerint. A húzóágazat tehát továbbra is a járműipar. A megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint azonban Győr-Moson-Sopron megye változatos képet mutat gazdasági szempontból. Van egy nagyon erős győri központunk, van egy egészen erőteljes Moson-Magyaróvár, van egy Rába köz fertőd Panonhalma téti térség, ahol sajnos nem olyan erős az iparunk, és van egy nagyon érdekes összetételű Sopronunk, ahol a szolgáltatóipar az egyre jobb és fejlettebb, amelyik nem mindig tükröződik az adóbevallásokban, és látszik ezen a Sopron Rábaközi térségen, hogy a munkaképes magyar állampolgárnak egy jelentős része Ausztriában dolgozik. A dobogón továbbra sincs változás. A legnagyobb árbevételt 2016-ban az Audi Hungária produkálta. A Moson-Magyaróvári SMR a második helyen végzett, az EU pedig a lista harmadik helyét foglalja el. A legtöbb munkavállalót az Audi Hungária foglalkoztatja, őket az Autoliv, illetve a Gyesef követi. Elkezdődött a Sárberki óvoda felújítása Tatabányán. Az összesen több mint 180 millió forintos komplex műszaki és energetikai korszerűsítést is tartalmazó beruházásban új épületszárnyal bővül az intézmény, emellett pedig tornateremmel és fejlesztőszobával, játszó és speciális eszközökkel gazdagodik. A Sárberki óvoda 8 csoportjába jelenleg 200 gyermek jár. A belső felújítás során ők a csoportszobákba új antibakteriális PVC burkolatot kapnak. Péntektől már meg lehet venni a 2018-as országos éves és megyei E-matricákat. Ezek 2018. január 1-től 2019. január 31-ig érvényesek. Az elővételben megváltott matricák tehát decemberben még nem használhatók, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Két kamion ütközött össze kedden délben az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Bőny közelében. Az ütközés miatt a két jármű rakománya az útteste szóródott, így a strádán sokáig vascsövek és elektromos sütők hevertek. A műszaki mentés idejére a Hegyeshalom felé vezető oldalon teljes útzár volt érvényben, de a főváros felé is torlódással, illetve sávzárással kellett számolni. A katasztrófavédelem közlése szerint a balesetben egy ember sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. Feldíszítették a város karácsonyfáját a Győri Széchenyi téren. A 11 méter magas fenyőfát egy ménfő csanaki kertből vágták ki, és hétfőn délelőtt helyezték ki a város főterére, a díszek pedig kedden kerültek a helyükre. Hétfő óta áll Győr karácsonyfája a Széchenyi téren, a sudár fenyőt egy csanaki kertből vágták ki, úgy tudjuk tulajdonosa 20 évvel ezelőtt egy a téren rendezett növényvásáron vette az akkor még alig egy méteres földlabdás fát. Nagyságrendileg 11 méter magas, mint egy 20 éves ezüstfenyőről van szó, melynek a súlya körülbelül 30 mázsa. Hétfőn reggel megtörtént ennek a fának a kivágása, alpin technika bevonásával, több darús autó segítségével, utána egy szakszerű szállítást követően a Széchenyi térre érkezett a fa, és a Széchenyi térnek a korábbi fejlesztésekor előre korábban kialakított fenyőfatartó hüvelybe állították a munkatársak a fát, és annak érdekében, hogy ez a szélsőséges időjárás, itt a szélre gondolunk, erőszerek ne tudják kidönteni, három irányból pedig erős acélsodronyokkal van megkötve a fa. A szakemberek városszerte összesen 42 helyszínen állítottak és díszítettek karácsonyfát. Több évtizedes hagyomány már Győrben, hogy közterületen díszlenek a mindenki karácsonyfái, találhatunk belőlük köztemetőkben, illetve az egyes városrészeknek a központi részein, útkereszteződéseknél, boltok mellett. A belváros ünnepi fényei pénteken délután gyúlnak fel. A Kodály emlékév alkalmából Nyitott ritmus címmel állítottak köztéri szobrot a Kossuth Díjas magyar zeneszerző emlékére Győrben, az Ifjúság körút és a Kodály Zoltán út kereszteződésében kedden. Halmi Horváth István festőművész és Kelemen Zénó Munkácsi Díjas szobrászművész közös alkotása nagyjából 5 méter széles, közel 2,5 méter magas és egy színes kottát ábrázol. A szoborral a város emléket állít egy olyan zeneszerzőnek, zenetudósnak és népzenekutatónak, akinek munkásságát, gondolatait ma is őrzik és tanítják. Újabb borlovagokat avatott a Pannonhalmi Szent Márton borrend. A rendezvényen az ország több borrendjének képviselői is részt vettek, hogy együtt ünnepelhessenek. Érkeznek a borlovagok a Pannonhalmi apátságba, ahol az ország különböző borrendjeinek tagjai tették tiszteletüket a Pannonhalmi Borlovagok rendezvényén. A borrendeknek van egy nagyon-nagyon fontos szerepe abban, hogy a magyar bor ügyét közösen sikerre vigyük, akár itthon, akár a világban, és népszerűsítsük a kultúrát, borfogyasztást, illetve elterjesszük a magyar boroknak a jó hírét, és az a rendezvény remekül illeszkedik ebbe a sorba. A borrendek fő feladata, hogy a lovagiasság szellemében hirdessék a bor értékeit, a bor szeretetét és annak kultúrát, fogyasztását. A borrendek küldetése mai világban, itt Magyarországon különösen az, hogy a bornak a kultúrát, fogyasztását és ugyanakkor a bor szeretetét, tehát hogy ne sört igyunk, hanem inkább bort igyunk, és a szőlő szeretetét, mert ne felejtsük el, hogy a bor a szőlőből készül. És a mai világban nagyon fontos az, hogy a szőlőt megbecsüljük, kiskertekben, kisebb ültetvényekben fenntartsuk, abból bort készítsünk, és azokat a borokat társaságban egymásnak meg is mutassuk. Barátaim és ismerőseim között, barátaim és ismerőseim között, a kultúrált borfogyasztást szorgalmazom. A kultúrált borfogyasztást szorgalmazom. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. A Pannonhalmi Szent Márton borrend az ünnepélyes ceremónián két új taggal bővült, a borlovagság azonban felelősséggel is jár. A fogadalmának meg kell felelni, és mindenkit a kultúrált minőségi és jól átfontolt mennyiségi fogyasztásra kell serkenteni. Ez egy olyan értelemben nagy felelősség, hogy a borrendnek az eszmeiségét azt meg kell mutatniuk az életükben, tehát úgy kell viselkedniük, egy borlovag nem, hogy így mondjam, nem ittasodhat meg túlságosan, neki mindenképpen meg kell mutatni, hogy hol van a határ, meddig élvezett a bor, meddig emel a bor
egy más világba, mert a bor a mámornak a része, a mámor pedig egy kicsit a túlvilággal kapcsol össze, egy olyan felszabadulást ad, egy olyan lehetőséget, amikor két ember között leomlanak a szokásos merev falak, és egy sokkal közelibb barátibb kapcsolat jöhet létre. A rendezvényen tiszteletbeli borlovagot is avattak. Úri Scheller már 20 éve segíti az Engern és Pannonhalma közti jó kapcsolat ápolását. Das Schöne an der Ehrenbürgerwürde ist, nagyon örülök ennek a megtiszteltetésnek, már régóta dolgozom a partnerkapcsolatokon Pannonhalma és Engern között. Számomra közelebb hozni egymáshoz az embereket egy természetes dolog. Ez mindenképpen fontos azért, hogy kiegészítsük egymást. Az országban működő mintegy 40 borlovagrend közül 20 borrend képviselője jött el, hogy együtt ünnepeljen szombaton a Pannonhalmi Szent Márton borrenddel. Hátrányból jött fel, és végül 5-5-ös döntetlent játszott a Rabeltov futszál csapata a Ferencváros ellen a bajnokság hétfői játéknapján. A hazaiak játékán érződött a fáradtság, hiszen a múlt héten az UEFA Futsal Cup Final Four-ba jutást harcolták ki. Az utolsó percekben vészkapusos játékkal próbálkoztak a győriek, ennek pedig meg is lett az eredménye. Az utolsó 4 percben 2 gólt is szereztek, ezzel harcolták ki a döntetlent. Az Eto ezzel továbbra is a második a tabellán. Szerdán lépnek pályára a térségünk csapatai a labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában. A tét a legjobb 16 közé jutás. A sort a Dorog Cigándi vendégjátéka nyitja, ők délben kezdenek majd az MB3-as csapat otthonában. Hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást az Eto FC Győr, ők a Nyíregyházát fogadják délután 16:30. A sort a Gyirmót FC Győr mérkőzése zárja, ők az MB2-en listavezető MTK-hoz látogatnak. Ebben a körben még egy mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa, döntetlen esetén előbb hosszabbítás, majd büntetők következnek. 16 csapat lépett pályára szombaton a Győri Leo Klub első jótékonysági röplabda kupáján. A rendezvényből befolyt összeget az Állatmenhely, illetve egy Győri Állatvédő Alapítvány kapta. Két pályán zajlottak a mérkőzések, a játék pedig egyenlő volt a jótékonykodással, a Győri Leo Klub ugyanis az első röplabda kupa bevételét jótékony célra ajánlotta fel. Közeleg a karácsony is, és ezáltal így a jótékonykodásnak is célja van, és természetesen a játék is, mivel barátaimmal vagyok itt, és a mozgás a lényeg. Általában embereket szoktunk támogatni, viszont a Győri Állatmenhelyhez mondjuk kutyát sétáltatni szoktunk menni, illetve néha viszünk nekik tápot. Most viszont úgy gondoltuk, hogy egy rendezvényünket felajánlhatjuk az állatoknak is. A Leo Klub ezúttal egy Győri Állatvédő Alapítványt és az Állatmenhelyt támogatta. Az emberekért sokan gyűjtenek, az állatokért kevésbé. Az emberek tudnak szólni, hogyha valami gond van, az állatok nem. És adományra, mi adományokból non-profit szervezet vagyunk, tehát nekünk nincsen fix bevételünk, úgyhogy ezért jó, hogyha támogatnak minket. Mi mindig gyűjtünk, mi tagok magunknak, a saját erőnkből, amit tudunk, és akkor ezeket a felajánlásokat nagyon szívesen veszünk. Az alapítványnak egy kutyaszállító boxra lenne szüksége. Ez azt fogja segíteni, hogyha sérült kutyákat hozunk el, vagy egyszerűen szállítani kell kutyát. Ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy most 10-20 kilométert, hanem esetleg, hogyha Borsodba kell menni, felvéve az országos csoporttal a kapcsolatot, akkor onnan is tudunk elhozni kutyát. Tizenhat csapat mérte össze röplabda tudását a hétvégén, a Győri Leo Klub pedig a jótékonykodási futás és a foci mellett a röplabda kupának is hagyományt teremtene a jövőben. Valamelyest csökkent a Győr-Moson-Sopron megyei vállalatok árbevétele a tavalyi évben. A Prestige Top 100 kiadvány szerint tavaly is az Audinak volt a legnagyobb forgalma. Feldíszítették a város karácsonyfáját Győrben. A Széchenyi téren már bárki megcsodálhatja a 11 méteres fenyőfát. Először rendezett jótékonysági röplabda kupát a Leo Klub. A befolyt összeget az Állatmenhelynek és egy állatvédő alapítványnak ajánlották fel. Több
Tömörgi Szabina ma este is itt van velünk a stúdióban a programajánlóval. Szia Szabina, mit ajánlasz nekünk szerdára? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Adventi Játszóház Győrben az ügyes kezű kreatívkodni vágyó felnőttek és gyerekek adventi koszorúkat, kopogtatókat, asztali díszeket készíthetnek délután 4 és este 7 óra között az Újvárosi Művelődési Házban. Flash Salon Moson-Magyaróváron az est vendégei ezúttal Grecsó Krisztián író és Rutka Robert zeneszerző lesznek, előkerülnek majd anyáink, apáink történetei, természetesen dalban elmesélve. Flash Salon szerdán este 6 órától a Flash központban. Aztán Tartuffe Tatabányán Molière halhatatlan örökérvényű komédiáját Parti Nagy Lajos rendezésében szerdán este 6 órától láthatja a közönség a Jászai Mari Színházban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Változóan felhős és esős lesz a szerda az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Szerdán a nap elején még nem várható csapadék, hajnalban plusz 1, amíg reggel plusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Szerda délutára több felé várható eső az előrejelzések szerint, a nappali csúcsérték 3 és 5 fok között alakul. A szerda este is esős lesz az előrejelzések szerint, 0 plusz 1 fokot mérhetünk majd. A folytatásban is lesz csapadék, de napsütést is mondanak a meteorológusok északnyugatra. Csütörtökön havazás várható. Reggel és este fagypont körül, amíg napközben maximálisan plusz 1 fok körüli értékeket mérhetünk majd. A péntek naposan telik, reggel és este mínusz 1, amíg napközben plusz 2 fok várható. És a szombat is hasonló időjárást hoz a térségben, mint a pénteki, reggel és este mínusz 2, napközben pedig plusz 2 fokkal. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió november 28-i műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Holnap este 7 órától újra jövünk majd térségünk legfrissebb híreivel. Nézzenek bennünket akkor is. Kellemes pihenés, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.